Önök a legfontosabbak, akikért dolgozunk, és önök azok, akiket azt szeretnénk, hogyha a jövő Magyarországának a nyerteseivé tudnának válni. Többek között ez a célja annak a felújításnak, amit a napokban adtak át Szekszárdon. A Tolna megyei szakképzési centrum Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképző iskola épületét 1,5 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatásból újították fel. Sanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára az eseményen kiemelte, fontos, hogy a jövő generációja megfelelő körülmények között és feltételek mellett szerezhesse meg a tudást. Teljesen megújult az iskolának, a technikumnak az épülete. Korszerűbb lett, olcsóbb lett fenntartani, hiszen napelemekkel és a fűtés korszerűsítésével ezt is tudjuk biztosítani, de mi ennél sokkal fontosabb, hogy tartalmi fejlesztések is történtek, olyan új gyakorlótermek, olyan új szaktermek is elkészültek, amelyek korszerűbb oktatást tesznek lehetővé a fiatalok számára. Mert az egész beruházásnak nem lehet más a célja, és nem is más a célja, mint hogy a magyar fiatalok, köztük az idejáró fiatalok a jövő nyerteseivé tudjanak válni. Ezért erősítjük meg a szakképzést, ezért fejlesztjük azokat az infrastruktúrális elemeket, iskolákat, tornatermeket, amelyek a fiatalok számára fontosak. Ezért korszerűsítjük az eszközparkot, ezért csinálunk digitális fejlesztéseket, és ezért alakítottuk és fejlesztettük a szakképzés teljes rendszerét. Beleértve, hogy ösztöndíjat biztosítunk a fiataloknak, vagy akik a duális képzésben vesznek részt, számukra munkabért. Ezért döntöttünk arról, hogy a 25 év alattiak számára 0%-os lesz, teljesen nulla lesz a fizetendő eszélye, tehát adókedvezményt is tudunk számukra biztosítani, és ezért valósítunk meg minden ehhez hasonló fejlesztést és új intézkedést is. Azt gondoltuk, hogy egy fontos fejlesztésről van szó, egy olyan fejlesztésről, aminek fontos, hogy határidőben és magas minőségben valósuljon meg az elkészítése. Ezt teszi lehetővé, hogyha kiemelt állami beruházásként valósítunk meg egy fejlesztést. Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője az átadón úgy fogalmazott, az itt zajló oktatás a térség motorja, hiszen itt képeznek a turizmushoz szakembereket, és megérdemlik, hogy azt 21. századi körülmények között tegyék. Nekünk szekszárdiaknak, Tolna megyének a vendéglátóipari iskola az szívügyünk, hiszen egy nagyon nagy múltú intézményről van szó. Közel 70 évvel ezelőtt alapították az intézményt, és több generációs vendéglátóipari, cukrász szakemberek kerültek ki ebből az alma materből, és amikor 2016-ban a csőtörés egy nagyon komoly anyagi kárt okozott az épületből, gyakorlatilag az egész épület teljes egészében szétázott és használhatatlanná vált, akkor nem volt könnyű meghozni azt a döntést, hogy mi legyen a jövő, hiszen az is felmerült, hogy ez az épület ebben a formában meg fog szűnni, mert le kell bontani. Az is felmerült, hogy magát az oktatást egy másik épületbe viszik el. Ezek voltak az olcsóbb megoldások, és volt a harmadik megoldás, ami azt mondja, hogy újjáépítjük ezt a régi intézményt. Ez viszont forrás kellett, ezért folyamodtam az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz, hogy ehhez adjon támogatást. Ez 1,5 milliárd forint volt. 2018 évvége meg is született ez a döntés, és 2020-ban elindult a beruházás. 100%-ban állami beruházás, tehát az állam finanszírozta, Szekszárd városának egy forintjában nem került. És az állami beruházáson belül szekszárdi kivitelezők végezték a munkálatokat, és szekszárdi emberek építették újjá az iskolát. Maga az intézménynek a létje az a számunkra stratégiai kérdés. Itt nem csak falakról van szó, meg terekről, hanem arról a szakmai oktatásról, ami biztosítja nem csak Szekszárd számára, hanem a régió számára felkészült szakácsokat, felkészült vendéglátóipari szakembereket, cukrászokat, idegenvezetőket, tehát minden, ami a turizmushoz kapcsolódik. Ugye Szekszárd esetében elsősorban a borturizmus jut eszébe az átlag embernek, de ugyanúgy a gasztronómiai turizmus is, hiszen szinte most már minden borászat olyan
magas színvonalú vendéglátó egységet alakított ki, amihez hozzá tartozik a magas szintű szakemberek által biztosított szolgáltatás, és a borturizmushoz köthetően ugye itt van a vadászturizmus a gemenccel kapcsolatosan. A képviselő azt is elmondta, mindent megtett annak érdekében, hogy a beruházás minél nagyobb színvonalon valósuljon meg, de ne is tartson túl sokáig a felújítás. A képviselőnek az a dolga, hogy szolgálja az őt megválasztó polgároknak az érdekeit, tehát ennek az intézménynek, Szekszárdnak, a megyének az volt a legfontosabb, hogy az iskola ez fennmaradjon, újjáépüljön és újra tudja biztosítani a diákjai számára magas szintű oktatást. Gyakorlatilag ez az épületet, ha most kívülről megnézzük, akkor teljesen újnak tűnik, pedig ez egy régebbi, több évtizedes épületről van szó, de mégis magas építőipari minőségben olyan tereket alakítottak ki, ahol a szakácsképzésben, cukrászképzésben a legkorszerűbb technológiákat tudják tanulni a diákok. Ami még fontos az intézménnyel kapcsolatosan, itt nem állunk meg ennek a fejlesztésével, hiszen ígéretet tettem arra, hogy, és meg is kaptam ehhez a támogatást, hogy egy tornaterem fog épülni a vendéglátóipari szakközépiskolához. Ehhez kell rendezni az iskola szomszédságában lévő telek határokat, hiszen itt vegyes önkormányzati és állami területek vannak. Hát én azt gondolom, hogy az itt képzett több mint 400 szakember, tehát 410 hallgatója van az intézménynek, azoknak megfelelő biztos munkahelyet biztosít a Szekszárd és térségében lévő turisztikai, vendéglátó és idegenforgalmi lehetőségek. Dömötör Csaba, a Tolna megyei szakképzési centrum kancellárja meghatódottan nézett fel az intézményre. Majd azt mondta, egy kisebb fajta csodának lehetünk szemtanúi. Ez egy ilyen nagyon felemelő érzés, ez egy ilyen nagyon-nagyon jó érzés. Nem mindig adatik meg, vagy ritkán adatik meg, inkább így mondom, egy ember életében az, hogy részese lehet egy picit a jövőnek, és nekem ez nagyon fontos, én ebbe hiszek pedagógusként, emberként, és most úgy gondolom, ez a pillanat erről szól, és arról szól, hogy az itt tanuló gyerekek, az itt dolgozó felnőttek olyan körülmények közé tudnak jönni, ami igazán arra szolgál, hogy a vendéglátás, a turizmus az tanulható legyen, elsajátítható legyen, hiszen azért az nagyon-nagyon fontos, hogy a környezet meghatározza az oktatást is. És nem a környezet minősége határozza meg az oktatás minőségét, de én szülőként is olyan iskolába adom jó szívvel a gyermekemet, ami szép, és ami jól felszerelt, és most itt tartunk. A kancellár elmondta, nehéz volt az iskola életében az elmúlt 6 év. Megviselte a tanárokat és az akkori diákokat is a 2016-os költözés. Egy megszokott környezet volt, és egy megszokott környezetből egyik pillanatra mondjuk így a másikra kikerülni, az nem egy egyszerű dolog. Nem egy egyszerű dolog egy olyan úgymond átmeneti épületben dolgozni, aminek tudjuk, hogy átmeneti az elhelyezésünk, de nem láttuk sokáig a végét. Illetve így nem is igaz, hogy sokáig nem láttuk a végét, csak ilyenkor, amikor már elkezdődik egy folyamat, akkor mindenki türelmetlenné válik, és mindenki azt gondolja, hogy soha nem lesz már vége. De igen, vége lett, és ez nem is volt annyira, most már így visszagondolva, nem is volt annyira hosszú folyamat, hiszen egy ilyen beruházást nagyon elő kell készíteni, nagyon alaposan át kell gondolni. Egy iskoláról beszélünk, egy olyan épületről, egy olyan funkcióról, ami nem a mának készül, aminek 5-10 esetleg 70 év múlva, hiszen 70 éve már működik ez az intézmény, és legyen jövője meg, mert legyen akkor is jelen. És én úgy gondolom, hogy ez a nagyon fontos, ami ha alaposan elő van készítve, már pedig itt igen, ez történt, odafigyelve az előkészítésre, a tervezésre, a kivitelezésre, akkor nyertesek vagyunk, és én úgy érzem, most nyertesek vagyunk. A munkák során 3300 négyzetméter terület újult meg, 25 tanterem és 3 a kor követelményeinek megfelelő tanműhely került kialakításra. Itt azonban nem áll meg a vendéglátó iskola fejlesztése. A jövőben egy tornatermet is kap majd az intézmény. A kancellár azt is hozzátette, nagyon fontosnak tartja, hogy az iskola elvégzése után a tanulók a térségben is el tudnak helyezkedni. Múlt héten
írtuk alá azt a térség együttműködési megállapodást, ami a Közép-Dunamenti kiemelt térségben dolgozók közös gondolkodásának, az oktatási területen való, a szakképzés területén való közös gondolkodásának az első lépése volt. Ez ugye kötődik ahhoz is, hogy 99 település, kötődik ahhoz, hogy ennek részese Szekszárd és a térsége, kötődik egy picit a szekszárdi borhoz, de mondhatnám azt is, hogy kötődik Domborihoz, kötődik Pakshoz, sok mindenhez, és ez nagyon-nagyon fontos, mert a térségben csak akkor lehet előrelépni, hogyha itt van egy közös gondolat, egy közös érték, ami közös érték mentén dolgozunk, és ami közös érték mentén élünk. Én azt érzem ebben a pillanatban, és úgy gondolom, hogy ez az érték megvan. És ezt nagyon sokan fölismerték, és nagyon sokan részesei ennek már. És ementén dolgozunk, mi is ementén dolgozunk. Most jön az az időszak, amikor majd belakjuk a gyerekekkel ezt az épületet. Amikor elkezdik majd használni a tankonyhát, elkezdik használni a cukrászműhelyt, elkezdik használni a tanéttermet, belakják a tantermeket, a tanárok megszokják az új helyet, az új tanári szobát, az új folyosókat, és ez nagyon fontos, igen, ez most kezdődik, és azt hiszem, hogy ennek azért egy nagy hozadéka is lesz. Az a nagy hozadék, hogy aki ide jár, ő elégedett, és jól érzi magát, és ez nagyon fontos. A következő nagy léptékű fejlesztés az Ady Endre Technikum és Kollégium teljes felújítása lesz, melyet 3,6 milliárd forintból valósítanak meg.